Sziasztok! Oszlopos főzőben gondolkodók egyik gyakori kérdése az, hogy mennyire karbantartás igényes egy ilyen oszlop, milyen sűrűn kell szétszedni, hogyan kell tisztítani, és mennyire bonyolult ez a művelet. Ebben szeretnék egy kis segítséget nyújtani. A válasz az, hogy nem túl bonyolult. Hogyha bármilyen úton, módon megvan oldva, hogy legyen mosórendszerünk, akár úgy, ahogy én csináltam, erről korábban több videó is készült, hogy külön oszlopmosó, ami a teljes oszlopot át tudja mosni, illetve a véghűtőt is az epruvettával együtt, akkor szezon közben nincs sok teendőnk, mert a két főzés között kellő módon kitisztítható a rendszer, de azért itt is látszik, hogy ha megnézzük, a buborék sapkákon azért a szezonnak az összes kosza, például a különféle viaszos héjú gyümölcsök szőlő almából, az üvegfalra kicsapódó viasz, illetve hát maguk a részfelületeknek is az oxidációja azért hagy nyomot maga után. Ezt illik kipucolni, mondjuk a holt szezon tipikusan erre alkalmas időpont. Ennek a módja pedig végtelenül egyszerű, ahogy arról már az előző videóban is beszámoltam, és sokszor említésre került, a triklempes rögzítésű elemekkel, ugye gyakorlatilag elég könnyen szét lehet szedni egy-egy részegységet, egy-egy modult, és ezek a modulok viszonylag könnyű tisztítást is lehetővé tesznek, hiszen ha megnézzük, mindjárt mutatom is, ez mondjuk maga a buborék sapkás rész, ugye egy szilikon triklempes tömítés található, és utána már is hozzáférünk a tartalomhoz. Most itt az üveges buborék sapkásnál ugye ezt a négy csavart kell a menetes szárakról letekerni, és akkor le tudjuk szedni a fém végzáró elemet, és utána egyesével kiszedhetők az üvegtagok. A fémházas üvegbetekintősnél ugye még egyszerűbb, mert ott az összes elem ilyen triklempes, bilincses módon csatlakozik. És hát meg lehet nézni, nincs bonyodalom, mert ha valami nem hengeres testű, mint mondjuk az oszlopalkat része, akkor az valószínű egy deflegmátor vagy egy véghűtő, ami csőköteges elven épül fel. Ezek a kis csőköteges egységek, mivel rózsdaöntős acélból vannak, túl sok karbantartást ezek sem igényelnek, de ha az ember nagyon ki akarja őket mégis takarítani, mert vízkő vagy egyéb dolog lerakódást okozott benne, akkor erre találták ki tökéletes eszköz, a kémcsőkefe, pár száz forintért megvásárolható elég sok helyen, ilyen labor, technikai boltokban, vagy más helyeken is, sőt lemerem fogadni, hogy a fegyverekhez kapható különféle hasonló kialakítású kefék is alkalmasak a célra, és akkor ugye ezeket lehet betuszkolni, és azzal elvégezni a munkát, és kisikálni. Na most erre túl sokszor nincs szükség. Az a tapasztalat, hogy a csőköteges hűtő az, ha minden főzés után megkapja az átöblítést, akkor tiszta marad, lerakódásmentes, és nem igényel túl sok karbantartást. És gyakorlatilag ezen az elven a teljes oszlop szétszerelhető, tehát külön a deflegmátor, szűkítő, a könyök, véghűtő, az epruvetta, ugye még az epruvetta mintavevő csapja is triklempes rögzítésű, tehát minden elem darabjára szedhető, minden átmosható, beáztatható, kisikálható, de mondom, hogyha a főzés után az ember nem szalasztja el a lehetőséget, hogy egyből átöblítse, akkor erre igazából nincs is szükség. A legtöbb törődést azt maga a buboréksapkás szintek és a részfelületek igénylik. Erről majd egy külön videóban fogok beszámolni. Addig is azért szerintem látható, hogy nem egy bonyolult ügy ennek a karbantartása. Azért is szerencsés amúgy szerintem a triklemp szemben sok egyéb gyártónak a csavaros megoldásaival, mert azok az oszlopok, amiket 12, meg 6, meg 8, meg 20 csavar fog össze, azt az ember nem szívesen szedi szét, hiszen macera időigényes. Itt meg láttátok gyakorlatilag egy bilincs oldásával, leszedhető az oszlop, még egy bilincs oldásával a különféle elemek egyesével szétkaphatók. Összerakni sem túl bonyolult, gyakorlatilag a helyére rakjuk a szilikon tömítést, mehet rá a bilincs, és kész is az egész.
Tehát én azt gondolom, hogy a triklámpás rendszer a tisztíthatóság szempontjából is egy nagyon kényelmes megoldás.